a tőkepénz. Most pedig lássátok, mint intézte Isten a maga-maga ellen a legnagyobb ügyessége, miként vitte végbe, hogy Rimádur unokája, a gyermekek gyermeke, a hordocskában szerencsésen partra ért. Kormánytalan bárkáját a vadszelekeme játékszerét erős áramlásodortatóva a szorosan át, hol az országokat csak egy lépés választja el, s le a tenger a távol eső szigetig, melyet a bölcsesség a helyneküliek helyül kigondolt. Utazása során két éjszaka és egy napig tartott, de hosszabbat bizonyosra veszem, még egy ilyen erőteljes és eddig jól táplált gyermek sem viselt volna el. Úgy hiszem, többnyire aludt, a hullámveréstől ringatva, és ezzelen hordójának anyajöj sötétjébe rejtve, mert ha megérkezésekor nem is volt teljesen száraz, azt nem a tenger okozta. Nagy veszedelem fenyegette bűnös életét, még az utolsó órában is, az öböl, körültajtékozott zátonyai által, melyek bejáratához hordocskája sodortaték. Itt azonban rábukkantak a halászó emberek, és leletjüket az apát nem tudták elrejteni. Aztán úgy történt, amint elbeszéltem. Maha te, Vigla felesége egyébként száraz és szívódó asszony, mindig szelid és buja lett, mihelyt anyának érezte magát. Miért is az ura, kunyhójának szegénysége ellenére, új gyakran, ahogy csak lehetett, terhes és áldott állapotba ejté. Teje volt, több mint amennyi saját csecsemőjének elég, és az odahozott számára is bősége jutó, s csitította, melengette is, azzal a gyengétséggel, mely a rövid időre megáldatott. Így feküdt a gyermek, pirosan és jól lakottan, rossz pólyában, szalma derékaljon. Flan, a halász fia mellett, ki most már tejtestvére volt. De miután a házattársak megebédeltek, fogták a gyermeket, és átvitték a klastromba, az apát utasítása szerint. Elmez a testvéreket a Cönákulumban, kolostori ebédlő, az étkezések alatt egy szerzetes vallásos szövegeket szokott felolvasni, együtt tartá, a felolvasónak fiákrius testvérnek egy sejmes basszus hangú barátnak megparancsolta, hogy a szumma, Aestháza könyvből még egy jeles fejezetet olvasson fel nekik. Gyönyörűséggel figyeltek, minden amazok bebocsátatást kértek, és barátom az apát kisé morcosnak mutatta magát a megszakítatás miatt. Miért is kell éppen most zavarniok, mondta, ez szellemdús fejezet közben de aztán csupa szerítség volt a szegények iránt, ha a csodálkozó is. Jó emberek, mondta, mi hoz beheteket hozzánk, e feltűnő szép gyerekkel. Most hát viglafon volt a sor, hogy száját csücsörítse, és seregély mondokáját megeresze, kegyes rokonokról, senyvedő unoka húgról, keresztelésről, de abból, hogy tette, bizony nagy derültség származott a barátok között, mert jól gondolt az apát, hogy kacagni fognak, ha halász, csúfszájúan beszél. Most azonban éppen azon kacagtak, hogy oly finoman beszélt, de közben meg-meg egy-egy csöcsöműt, meg köröztűjét is elszottyantott a tilalom ellenére. Halljátok a bugrist, kiáltozták, micsoda nyelve van, sát még az elokenciája, ékes szólása. De az apát maga is késő mosolyogván leintett a csúfoldásokat, csak a egy gyöngéden s csodálkozással karjába vette. Láttak vala, szólt nálunk, Szent Dansten szigetén ilyen szépséges, szeretetre serkentő gyermeket. Figyeljétek csak a szemét, a kéken feket élőt, s ezt a finom felső ajkacskát, meg a csodálatosan kecses kezecskét. Ha ujjan visszájával, arcocskát szidogatom, mint a habot, és illatot éreznék, s hogy az már alig szubstancia, anyag, s ha igen, tán mennyei. Fájdalmas hallanom, hogy holmik is árva, távoli anyja betegsége által, s Viglaf, Mahauta te házaspár csak dicsérhettem azért, hogy gondozását vállalni akarják, s úgy tartják majd, mint a magukét, kiváltképp elszomorít, kredítemi, hogy ez az édességes gyermek még nem vétetett fel a kereszténységbe. Ennek legfőbb ideje. Tűstén menjünk ki vele minnyáján a templomba, hol a keresztkutnál saját kezemmel fogom megkeresztelni, s hívásak szerint lelki atya leszek, őt a magam nevére, Gregoriusra keresztelvén. Így is történt. Barátom azt tett, amit mondott, és a fiúcskát így nevezték, ünnepes nevén Gregorius,